Sziasztok! Én újabb fiatal, mint egy helyzetben egy DJ tehetségét mellettem DJ Somogyival fogok beszélgetni a következő percekben, akit ígérem kikérdezek mindenről a következő időszakban, egy picit távol lesz majd tőlünk, de erről is majd bővebben fogok beszélni nekünk. De hol is szemlélsz te pontosan? Illetve ezen honnan fogsz majd hiányozni? Jelenleg 2019-ben. Az Indexben. Milyen stílusokban hallhatnak ott a bulizni vágyuk? Hát az Indexben inkább ilyen R&B, funky, és ott a Facebookon játszik retro. A Rosszonegrában ugyanez, csak ezekben a hangzeneket is játszik. A slágeresebbeket, amiket annyira lehet hallani a rádióban, egy kicsit másabb magad hiszem. De akkor körülbelül ezek a zenei stílusok állnak közel hozzád, ezeket hallgatod is folyamatosan, úgy gondoltva. Miért is fogsz hiányozni a közeljövőben majd a rezidenciáidra? Milyen társadalmi egy elfoglaltságod lesz, ami miatt nem fognak hallani a közönség? A rezidenciáim mellett van még egy vezető országos parti szerviz, aminek az egyik lemezőse vagyok. De miért nem? Ennek a neve? Max. Nem a ruhamárka, ezt tegyük hozzá, tehát nem, hanem két ebetűvel, mint megmester, nekekben. Max, erről azt kell tudni, bemutatom, hogy ez a party service kapcsolatban Magyarországon a összes főiskolában és egyetemében. Tavaly nyáron is megkaptam meg velük, amikor is kaptam egy olyan lehetőséget tőlük, hogy kivittek a Bulgáriában, ott kell menni a zenélem. Szerencsére jól sikerültek ezekben a bulik, hogy már mostantól az egyik lemezolvasók vagyok, és azért fogok hiányozni, mert január 30-án utazok rá Franciaországba. Ez a Franciaország jut, erről azt kell tudni, hogy olyan sok ember jön, több, azt hiszem, hogy 3500 fő körül. Sokan hallhatják majd Ádámot. Plusz még egy emberünk, jó? Ez európai szinten mondhatjuk azt is, hogy ez a legnagyobb parti sétáv volt. Rajtad kívül kik fognak még ott zenélni, kinek a zenét hallhatják? Vagy a... Dévényi TV bácsi, Anima Soul System-től kezdve Chris, meg a nagyon fontos tényező ennek a fesztiválnak, ki lesznek Palotai, meg minden is a mások. Akkor Franciaország után én úgy értesültem, hogy mész még, tovább más hozzá is. Hoppá, valakinek egy telefon, ezt már nem vágjuk ki, visszük tovább. Visszük tovább, okay. Szóval. Ez a sírtábor, ez a francia, az január 30-ától február 8-ig tart elvileg, vagy eredetileg, és én 7-én le fogok lépni, és át fogok menni a másik parti sírtáborba, ez egy kisebb, lesz egy családiasabb környezet, olyan 1500 fő lesz. Hát kisebb végül is, tehát hát kisebb, az előzőhöz képest, de nem sokkal. Nem lesz annyi sztárnyedék, csak olyan házad az a szereplő fogok játszani. Ott, ez Ausztriában lesz, Gerlitzenben, és ott 12-ig leszek ott, és már 13-án leszek, pont péntek 13-án. A szülinapomra hazajön. Akkor szülinapig, boldog születésnek. De ez majd februárban lesz, majd persze. Tehát a februárról beszéltünk, tehát a szülinapomra hazaérádom, hogy majd a rezidenciáját. Majd hozott neked ajándékot. Azt remélem is. Azt havat, ezt nem szeretem. Na, de miért is nem szeretem én a havat? Egy kicsit Ádámot megkértük, hogy segítsen nekünk a promotion-on a közeljövőben, de miben is fogsz nekünk segíteni? Lesz egy új műsor a promotion-on. A cégünk még nem tudjuk, majd az útközben fog kialakulni. A lényeg az, hogy csak fiatalokról fog szólni, az első állomásunk. Most ezen a héten lesz csütörtökön, Attilával, a fotós fiúval, fogunk menni egy pár csajszival, Tokajba, szánkozni. És azért cserélnek le Ádámra, mert én nem szeretem a havat, és én nem megyek síelni se, mindenféle szánkozni se. Fogunk csinálni, nagyon vicces lesz, és teszünk róla, és a fiatal lányokat fogom majd kedvezéskedni mindenféle dologról. Átteszi a szerepemet? Csajoktól szoktál intim kérdéseket feltenni. Akár felteltek csajoknak is intim kérdéseket, de még nem igazán beszélgettem lányokkal. Nem igazán volt lányos interjúm szerintem. Ez lesz az első állomás Tokaj, utána
minden jó, meg akkor jövő héten, ha jó idő lesz, akkor meg a Kossuth téren fogjuk fogadni a lányokat. Lesz, majd virágot is viszünk, meg ajándékot. Úgyhogy akkor hamarosan menjetek a Kossuth térre, és látogassatok el, nézzétek, hogy hol található majd meg a promotion. Nem retro kommandó, mert a retro kommandó is ugyanúgy működni fog tovább velem, meg Attilával, de Ádám egy új szerepet fog nálunk betölteni, amint köszönjük, hogy segít nekünk. De beszéljünk. Én köszönöm a lehetőséget. De beszélgessünk egy kicsit mégis másabb dolgokról, hogy amellett, hogy segítesz nekünk, milyen jövőbeli terveid vannak még, mit szeretnél még elérni az így szűk öt éves tervek. Nagyon sok tervem van. Minden tervem, tervem van. Rezidenciámat szeretném továbbvinni természetesen. Ezek mellett a plakát tervezést is folytatom. Mellettem szeretnék a megszállt komában foglalkozni. Nyilván a kirendeltség vezetőn, hát szervezni bulikat, előadásokat, stb. Jó szempont, ez nagyon jó dolog. Mellette persze promosennál csinálni ezt a műsort, és egyéb más dolgokat, amit hirtelen kipattam el a fejünkből. Ja, és majd hát egyszer nagyon-nagyon gazdag leszek, akkor egy saját szórakozóját beáznánk, és majd lehet nem is az. Meg van lehet. De elképzelésed már van róla, hogy esetleg lehet? Hát majd egyszer emlék. És akkor majd szórakozó tulajdonos Ádám fog majd zenélni. Meg fogsz zenélni azért? Hát a zenei vonalat nem akarod abba hagyni? Ja, nem. Én ezt a, szerintem ezt a melót, ezt a dillát csinálom, eddig szeretem az embert. Ha nem szeretek, akkor nem érdemes csinálni, mert ez egyrészt nekünk se, tehát nekem se jó, és ez embernek. Magán életed tényleg, hogy ez? Hát, mire vagy kíváncsi? Ha már te lányoknak fogod magánéletileg faggatni majd, akkor én kifaggatom egy kicsit a te magánéletedet, hogy a lányok azért mennyire lehetnek hozzád közel, mennyire közeledhetnek hozzád, tehát barátnő ilyesmi van mostanságban az életedben. Nincs, már nagyon régóta nincsen barátnő. Tehát akkor Ádám, mondhatjuk azt, hogy szabad lányok is lehet rárabolni, nyugodtan. Tényleg arra jön, tehát vagy úgymond diszkóban lányok nem szoktak hozzád oda menni, és akkor felajánlkozni. Nem, nem nevezném őket még rajongónak sem. Tehát nem beszélhetek még ilyenről, szerintem. Én szerint gyerek vagyok, amúgy is. Szerint gyerek vagy? Hát persze, na, akkor Ádám most szerint gyerek. De szegényke beteg, tehát most azért igen. Betegen rabolt. Pénteken lányosan zenéltem az ügyetben, majdnem meghaltam. Szegényke. Mert sajnáljuk Ádámot, de... Nagyon sajnáljuk Ádámot. Adja már egy jó pucit. Na, már kezdett. Mit ér az én gyógypuszit? Már látszik is rajta, hogy sokkal jobban. Itt sokkal jobban van. Na hát, aztán megköszönjük Ádámnak, hogy a rendelkezésünkre állt így betegen, aztán elengedjük, gyógyuljon tovább. És ugye vele is találkozhatok nem sokára a promotion képernyőin, promotion oldalán is. Videós képernyőinket. Minél többet promotion.hu-t. Nézzétek, köszönjük. Sziasztok! Te ugyanúgy akarsz, ahogy én téged. És éjjel az ágyban is ugyanazt érzed. Én látom a szemedet, ha nem is mondod. Őrültek vagyunk, és nem bolondok. Nem kell más, úgy csókolnám a szád. Már jól ismerhetik a közben, hogy plakátokat tervezel. Mert azt tudom, hogy van egy fajta... Attila, de keresztény volt! Kérdjük egy újat! Te nincs is kedvem, ez egész szar! Na!
Nem, akkor tartjuk fel, veszünk. Ne, 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 ne.